Sziasztok! Egyszer már beszéltem arra, hogy körülbelül hány eurót költöttem ládákra és ládanyításra. Ugye voltkor volt is egy stream, amiben kinyitottam 170 ládát, és nem nyitottam semmi értelmeset. De most van egy alkalmazás, amit kartasnak a videójában láttam. Ebben meg lehet nézni, hogy pontosan mikor mit nyitottál, összesen hány ládát nyitottál, ebben hány kés volt, hány piros, és a többi, és a többi. Úgyhogy lássuk, hogy nekem milyen szerencsém volt eddig. De még mielőtt belekezdenénk, hadd mutassam be nektek a videó szponzorát, a Skimbaron. A Skimbaron egy megbízható német skinpiac, ahol akár 30%-kal olcsóbban juthat a skinekhez, mint a Steam Marketen. A böngészés könnyű és intuitív, így könnyen megtalad a skineket, amikre szükséged lehet. Pedig egy millió skin van fent az oldalon. Az eladás is egy kattintás alatt megvan, és ami a legjobb, hogy a kapott pénzt akár kiutalhatod a bankszámládra is. Ráadásul a Skimbaronon jóval kevesebb jutalékot kell fizetned, mint máshol. 999 euró felett összesen 2%-ot vannak le. A videó alatti linkre kattintva fedezétek fel ti is a barant. Magára az alkalmazásra én nem mondanék sok mindent, de Kartasz videóját be fogom linkelni a videó leírásába, és akkor ott, ott többet megtudhattak erről. Annyit érdemes tudni, ez egy Chrome bővítmény, amivel igazából az invertori historizat tudod elemeztetni, és akkor nézzük, hogy nálam ez az elemzés hogy nézett ki. Talán azzal kezdem, hogy az első skin, amit droppolt nekem a játék, ez a Scarhus Palm volt. Erre már egyáltalán nem emlékszem. Arra pedig végképp nem emlékeztem, hogy 2013. október 28-án fogtam, és a Radiation Hazard M4-emet egyszerűen csak kitöröltem, mert nem tetszett. Ez az M4 most olyan 100 eurót érne. Szép volt Kody. Ugye csináltam erről is videót, hogy a régi inventorimban lévő dolgok most mennyit érnének, Nehéz volt ezt így akkor megítélni, hogy mennyire komoly dologgá növik ki magát a Cséskin piac. Összesen 777 ládát nyitottam ki. Ebből a 777 ládából négy darab kést sikerült nyitnom. Ugye látjátok az alján az M9 bajonettemet, ami azóta is megvan, és medvekarom néven ezt használom elég sokat. Ugye nyitottam egy Karambit Crimson webet is. Erről is már meséltem, hogy ez az, amit egy Dragon Lore-ra cseréltem, aztán még a Dragon Lore-t eladtam. Bla, bla, bla. Ezen kívül már csak két kést nyitottam. Egy Bowie Case Hardened kést, amit különben pont az nap, amikor a a C 1337 napos volt, és egy Skeleton Knife-ot, amit végül szintén eladtam. Érdekes, hogy kevesebb piros itemet nyitottam, mint kést, összesen két darab ö, rare itemem volt, amit nyitottam, ezen kívül 29 ö, rózsaszint, 119 tilát, 623 kéket, és ami még érdekes információ, hogy az utolsó késem óta 379 ládát nyitottam ki, ami nem volt kés, se kezdjük. És akkor itt tudok visszautalni arra a videóra, amikor 170 ládát nyitottam ki, és ugye a végére már teljesen ideg kaptam, hogy nem volt benne semmi értelmes, körülbelül 600 eurót, de valószínűleg kicsit többet buktam ezen az egészen, illetve azt érdemes még tudni, hogy körülbelül 2000 eurót költöttem el ládákra és ládanyításra, ez a 777 láda, ez körülbelül ennyibe került, nem mondom, hogy nem hozta vissza az árát, mert alapvetően nekem szerencsén volt, mert az a pár kés, amit nyitottam, azok nagyon-nagyon értékesek voltak. A Skeleton Knife azt hiszem 600 euróért tudtam eladni, a, de meg is tudom nézni amúgy. A Skeleton Knife-ot igazából 560 euróért adtam el, végül, pont a Skin e, igazából, hogyha vártam volna vele, akkor mostanra azért jóval feljebb ment az ára aztán most megint visszaesett 620 euró környékére, de érdekes módon különben ez, hogy éppen hogyan alakulnak a skin árak, az nagyjából korrelál azzal, hogy milyen állapotban van a csé. Valószínűleg, hogyha kihoznának egy jó anti és elkezdene működni a VAC 3.0, akkor az a gyanom, hogy különben feljebb mennének ezek a skin árak is, de persze lehet, hogy tévedek. Nagyon érdekes, hogy Blind, aki felvitte a figyelmemet erre a kiegészítőre, illetve Kartasznak a videójára, ő is kb. 800 ládát nyitott ki, és neki is 400 láda óta nincsen már késnyitása. Az mindenképp le lehet szögezni, hogy a régi ládákból valószínűleg könnyebb volt késnyitni. Mostanában már tényleg csak minden 400. ládára jut egy-egy kés átlagban, ami azért nem a legszerencsésebb. Most jöhetne az a rész, hogy kinyitok még 223 ládát, hogy elérjek az 1000 ládához, de nagyon-nagyon olyan érzésem van, hogy ez nem fogja megérni. Pont pár napja volt egy pár uh, ládanyításom a streamen, úgyhogy azt most itt be, bejátszom nektek levezetésnek, de azt hiszem, hogy most egy időre állok a ládanyításokkal. Uh, még lehet, hogy hébe hey hóban nyitok egyet, de biztos, hogy nem akarok minél előbb elérni az 1000 ládanyításhoz, mert attól félek, hogy ez anyagi csődöt jelentene. Igazából ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!